Elkezdjük a mai előadást. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Mindenkit köszöntök a számítógép képernyő előtt, és megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Búzás Edith professzorasszonyt, aki mai előadón. Engedjék meg, hogy röviden a professzorasszonyt bemutassam. A Szegedi Egyetemen végzett orvosdoktori diplomát kapott, azt követően Debrecenben az Anatómia Intézetben dolgozott, és honnan került egyetemünkre a genetikai sejt és immunbiológiai intézetbe. Ennek az intézetnek 2012 óta az igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, Széchenyi Díjas, számos hazai és nemzetközi elismerésben részesült, kutatási eredményeit hazai és nemzetközi kutatási támogatásokból folytatja. Külön kiemelném a Gordon konferencián a tevékenységét, arra emlékszem, annak idején ez nagy rangot jelentett, aki a Gordon konferenciára meghívást kapott, és a kutatásairól beszámolhatott. A professzorasszony az extraszebulális vezikulával foglalkozik, és ez egy olyan terület, ami komoly perspektívát ígér nemcsak a saját biológiába, de hát akár az onkológiába is. De én nem szaporítom a szót, professzorasszony, átadom tartsa meg az előadását. Köszönöm szépen, professzor úr, a kedves bevezető szavakat, az ismertetést, és nagyon szépen köszönöm a meghívást, sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. Azt a címet kaptam az előadásomnak, hogy, hogy sejtbiológia, tehát ezt a feladatot kaptam, hogy beszéljek a sejtbiológiáról és ebben a 45 percben megpróbálnék néhány fontos ismeretet összefoglalni, de avval a vállalt szándékkal vágok bele ebbe a 45 percbe, hogy szeretnék két dolgot önöknek bemutatni. Az egyik, hogy miért szép a sejtbiológia, miért gyönyörű, másrészt pedig, hogy miért érdemes és kell a sejteket vizsgálni a sejtbiológia területén. A sejtbiológia tárgya, a sejtvilága. A sejt maga, mint egy kis univerzum áll a központjába a sejtbiológiának. Belül vagyunk a sejtben, de a sejt önmagában is elképesztően összehangolt, összetett működésre képes. Itt találhatók a membránnal körülvett sejtszervecskék, organellumok, mint amilyen, mint amilyen a sejtmag. A sejtmag mellett itt látjuk a durva felszínű endoplazmás retikulumot és a sima felszínű endoplazmás retikulumot, a Golgi készüléket, a mitokondriumokat, a lizoszómákat, a sejtközpontot, és mindez egy összetett ö, ö, folyadékban, a citoplazmában lebeg. A sejtbiológia önálló tudomány a Szemmelweis Egyetemen is alapozótárként került be a kurikulumba, azonban ma már nem élesek a határok a tudományokkal. Nagyon sok közös vonása van a sejtbiológiának, a biokémiával, biokémiával, a molekuláris biológiával, az anatómiai és főleg a szövettan tantárgyakkal, a biofizikával, mint tudományterülettel és a farmakológiával is. Ha arra a kérdése, keresük a választ, hogy a Földön melyek az élő szervezetek, akkor mint leolvashatjuk erről az ábráról, látható, hogy három fő doménje van az életnek a Földön. Az egyik ágát a baktériumok, a másik ágát az úgynevezett arheák vagy ősbaktériumok képviselik, és a harmadik ágon találjuk az eukariótákat, mint amely sejtek a mi szervezetünket is alkotják. Az eukariótákban a sejten belül a már említett sejtszervecskéket membrán veszi körül. Vegyük észre, hogy külön ágon indult el a törzsfelvődés során a baktériumok fejlődése, és egy közös ágból indultak az ősbaktériumok, azok az ősbaktériumok, amelyek egészen extrém körülmények között, hőforrások vizében ma is élnek, és egy közös törről indultak, és majd szétváltak az eukarióták. Feltételezéseink szerint volt egy utolsó egyetemes közös ős, egy Last Universal Common Ancestor sejt, a Luca, amelyből a baktériumok, az arhák vagy ősbaktériumok és az eukarióták is végeredményben kialakultak. Azonban a biológiai rendszerek többet jelentenek, mint amiről most beszéltem, ugyanis az életnek és a sejtes életformáknak a birodalma mellett, a vírusok birodalma is jelen van. És ma már tudjuk, hogy a vírusok birodalma legalább olyan összetett, ha nem összetettebb, mint a sejtes életformák birodalma, ahova a baktériumokat, ősbaktériumokat, arheákat és az eukariótákat soroljuk. Az eukarióta sejtek eredét, eredetét, mint hipotézist, Lynn Margulis fogalmazta meg 1970-ben. Ennek értelmében, az endoszimbionta elmélet értelmében úgy jöttek létre az eukarióta sejtek, hogy különböző úgynevezett prokarióta sejtekkel tanultak meg tartósan együtt élni. Tehát egy sejt, egy adott sejt fölvett egy másik sejtet, egy prokarióta sejtet, amely tartósan megmaradt. A citoplazmájában feltételezésünk szerint például a sejt mitokondriumai, ilyen ősi, prokarióta, baktérium eredetű sejtszervecskék, és így ebből a tartós együttélésből jöttek létre az eukarióta sejtek. Az eukarióta sejteknek tehát számos membránal körülvett organelluma, sejtszervecskéje van, a legfontosabb talán a sejtmag. Kettős membránrétek határoja, és ezen a magon, maghártyán pórusok láthatók. A magban tárolódik a sejt örökítő anyaga, a DNS, itt kettőződik meg sejtosztódás előtt, tehát itt zajlik a magban a DNS-nek a replikációja, és itt keletkezik a magban a DNS-ről az a messenger ellenes, amelyről aztán a citoplazmában fehérjék szintetizálódnak. A magon belül található a magvacska. A magvacska egy membrán nélküli organellum, ez a riboszómák keletkezési helye. Egészen pontosan a riboszómák alegységei jönnek itt létre, riboszomális RNS szintetizálódik a magvacska területén, és fehérjékkel összeszerelődve a riboszomális alegységek itt keletkeznek. A riboszomális alegységek Ezeken a magpórusokon jutnak ki a citoplazmába. Ez a kiterjedt membránrendszer, ami itt látható, össze is függ a maghártyával. Ez a durva felszínű endoplazmás retikulum, amelynek a felszínén riboszómák ülnek. Innen a neve durva felszínű endoplazmás retikulum. A fehérjék egy jelentős részének itt zajlik és itt fejeződik be a szintézise. Tehát itt a durva felszínű endoplazmás retikulum mentén ülő riboszómákon jönnek létre a fehérjék, amelyek bekerülnek ezeknek a labos membránal körülve zsákoknak a belsejébe, lumenébe, átalakulnak, majd pedig ez a durva felszínű endoplazmás retikulum átadja őket. Egy következő sejt organellumnak vagy szervecskének, ez a golgi készülék, golgi apparátus. Ez is lapos zsákokból, illetve gömböcskékből, vezikulákból áll. Ez egy olyan szervecske a sejtben, ahol az ide bekerülő molekulák kémiailag módosulnak, és a Golgi őket becsomagolja és szortírozza különböző útvonalakra. Lesz olyan molekula, amit egy kis hólyagocskában, gömböcskében elküld a plazmamembránhoz. kinyílnak ezek a kis gömböcskék, és szekretálódnak, kipocsátódnak a sejtből különböző olyan anyagok, amik a sejtben termelődtek. A membrán is pótlódik azáltal, hogy a Golgi felől kis gömböskék membránnal körülvett hólyagoskák beleolvadnak a membránba, tulajdonképpen folyamatosan pótlódik a plazma membrán, ugyanis más részeken folyamatosan kortyol fölvesz valamit a környezetéből a sejt, és így a plazma membránból lecsípődnek részek. De a túloldalon, mint látják, pótlódik az a membrán részlet. Vannak olyan olyan organellumok, sejtszervecskék a sejtben, amiket úgy nevezünk, hogy lizoszóma. Ez a lebontás helye. A Golgi készülékből ezek a gömböcskék, vezikulák bizonyos fehérjéket ide a lizoszómába visznek el. Itt látnak két egymásra merőleges hengert. Ez a sejtközpont. A sejtközpontból mikrocsöveskék, mikrotubulusok indulnak ki sugár irányba, minden irányba a sejten belül. Ezek a mikrotubulusok olyanok, mint a sínek. Ezek mentén tudnak a vezikulák közlekedni a sejten belül. Itt látják a mitokondriumokat, ezek az energiaközpontjai a sejtnek, itt szintetizálódik az ATP a sejtekben. Végül, amit még nem említettem, az a símafelszínű endoplazmás retikulum, amely csövek hálózata. A símafelszínű endoplazmás retikulumnak is nagyon fontos szerepe van a sejtben. Lipidek, zsírok szintetizálódnak itt, a kalciumionok itt tárolódnak, és a májban például méregtelenítő szerepet játszik a símafelszínű endoplazmás retikulum. A sejt felfedezése Robert Cook nevéhez fűződik, aki a 17. században úgy tartják, hogy borotva késsel egészen vékony parafa szeleteket metszett, melyet majd kezdetleges optikai készülékével, nagyító készülékével vizsgálva ilyen hát, üregeket vagy cellákat vélt fölfedezni benne, ezek nem voltak mások, mint tulajdonképpen a növényi sejtek, innen származik az elnevezés, hogy sejtekből áll például az a szövet, amit ő vizsgált. A sejtről tudjuk, hogy az élet alapvető és legkisebb egysége, membránnal határolt rendszer, amely egyrészt képes föntartani saját szerkezetét, egyensúlyát, másrészt képes reprodukcióra, tehát osztódni is képes szaporodni is képes. A sejt elmélet tulajdonképpen három kutató nevéhez fűződik. Schleiden és Van 1839-ben megállapították, hogy minden élő szervezet sejtekből áll. És körülbelül fél évszázaddal később Rudolf Virchow hozzáfűzte, hogy minden sejt csak egy másik sejtből tud keletkezni. Hogyan tudjuk vizsgálni a sejteket? A mikroszkóp ma is az alapvető eszköze a sejtbiológusoknak. Fénymikroszkópjukkal nyilván jobb készülékekkel, mint amit annak idején Robert Huch használ, de fénymikroszkóppal is tudjuk vizsgálni a sejteket. Rendelkezik a tudomány elektromikroszkóppal, amikor is bele tudunk nézni a sejtek belsejébe, és látjuk az egyedi organellumokat, sejtszervecskéket, nézzék meg itt a sejtmag, ezek a mitokondriumok, és itt van a két egymásra merőleges henger, a sejtközpont központ két alkotó eleme, ezek jól kivehetők, még egy viszonylag kis nagyítású elektromikroszkópos képen is. Ezt transmissziós elektromikroszkópos képnek nevezük. Van pásztázó elektromikroszkópia is, amikor is a külső felszínt, a háromdimenziós külső térbeli szerkezetét látjuk a sejteknek. Megfigyelhető, hogy a sejtek felszíne korán sem sima, nagyon sok esetben dudorok, nyúlványok gazdagítják a felszínt. Az immuncitokémiai eljárások, amikor fluoreszcens festéket lehetett kötni, kapcsolni valamilyen specifikus molekulát felismerő antitesthez, lehetővé tették, hogy specifikusan különböző színnel feltüntessünk különböző sejtkomponenseket, mint például a DNS-t itt ebben az esetben kékre. Azonban ma már rendelkezésre áll az úgynevezett szuperrezolúciós mikroszkópia, amely sokkal jobb felbontást biztosít. Hasonlítsák össze ezt a két képet. Nagyon sok esetben ma már élő sejtes mikroszkópiát, live cell imaginget alkalmazunk, amely azt jelenti, hogy a mikroszkóp lencséje alá egy olyan kis kamrába helyezzük a a sejteket, ahol életben tudnak maradni, és különböző idő pillanatokban tudunk felvételeket készíteni, és egymás utániságában tudjuk a folyamatokat vizsgálni. A sejtbiológia, mint mondtam, általános, minden sejtre jellemző folyamatot vizsgál. Képzeljük el, hogy milyen nehéz lenne mindezt megtenni, ha a sejt forrása minden esetben például élő személy vagy kísérletes állat lenne, hiszen ahány Ahány sejtdonort vizsgálnánk, annyiféle életkor, nem, genetikai háttér, tessúly, hormonális paraméter, különbözőség, földrajzi környezet, eltérő, fertőzéses környezet, a táplálékok mennyisége, minősége, korábbi műtétek, rengeteg olyan paraméter van, ami beleszól egy-egy egyedi személy vagy kísérletes állatnak a szervezetében, a sejtek működésébe. Gondoljunk bele, hogy mennyivel jobb a helyzet, ha a sejteket, egyfajta sejtet laboratóriumban tudjuk felszaporítani. Ebben az esetben, a kísérletekben minden esetben biztosíthatjuk, hogy azonos sejtszám álljon rendelkezésre, azonos tápfolyadék összetételt tudunk biztosítani, azonos páratartalmat, hőmérsékletet a sejteknek, tehát sokkal inkább lehet kézben tartani a paramétereket akkor, hogyha egyféle sejtet tenyésztünk. Ezek a sejtek, amelyeket vizsgál a sejtbiológia, a sejtbiológia modell sejtjei. Melyek ezek, és miért használjuk őket? Egy-egy szervnek, szövetnek a funkcióját nagyon jól tükrözik, mutatják, és mesterséges körülmények között fent tudjuk őket tartani. A vizsgáló, kutató tetszés szerint tudja módosítani a környezet fizikai, kémiai vagy biológiai összetevőit. Ezek a sejtek így nagy mennyiségben előállíthatók, és az eredmények statisztikailag értékelhetők sokkal megbízhatóbb módon, mint hogyha ha élő szervezeteket vizsgálnánk, vagy belőlük ö, ö, izolálnánk sejteket. Nagyon sok esetben ezek a a mesterséges körülmények között életben tartott sejtek ki tudják váltani, tudják helyettesíteni az élő állat kísérleteket, nem kell állatokat feláldozni kísérleti célra. Milyen kísérleti sejteket használ a sejtbiológia? bakteriális sejteket elsősorban az Escherichia coli élesztő sejteket de leginkább emberi és állati sejteket amelyeket mesterségesen laboratóriumi körülmények között tudunk életben tartani különböző szövettenyésztői edényekben, mint látják, a 96 lukú ö, tenyésztői lemezektől ö, kezdve a 6, 12, 24 lukú lemezeken keresztül petricsészékig vagy flaskákig. Ezeket olyan széndiokszid termosztádban tartjuk, ahol a széndiokszid koncentrációt, a hőmérsékletet és a páratartalmat is tudjuk szabályozni. Lehetnek, ö, ö, vagy lehet sejteket ö, és állandóan szaporodni képes sejteket beszerezni nagy sejtbankokból. Ilyen például az ATCC, ez az American Type Cell Culture-nek a, a, a kezdőbetűből alkotott mozaik szó, és mint látják, itt különböző sejtmodelleket, emberi állati sejteket, immortalizált sejteket, emberi sejteket, hibridomákat, hibrid sejteket lehet beszerezni, Non-profit szervezetről van szó, igazából tényleg csak a, 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 a szállítás költségét kell, hogy, hogy megtérítsük, amennyiben ilyen standard sejtekkel szeretnénk dolgozni. Hogy mutassak önöknek egy példát, ez a híres Héla sejtvonal, amelyet 1951 óta használ, tulajdonképpen szinte minden laboratórium a világon, és ennek a története az, hogy, hogy Henrietta Laks egy élő személy volt az Egyesült Államokban ményakrákban szenvedett, és az ő szervezetéből eltávolított dagaratsejtek azok, amelyet mi mindannyian, tulajdonképpen mondom, világszerte, szinte minden laboratóriumban azóta is folyamatosan tenyésztünk, vizsgálunk, és nagy számú Nobel-díjas felfedezés köthető a héla sejteken, mint standard modell sejteken végzett kísérletekhez. Ugye ennek az az értéke, hogy ugyanaz a sejt van mindenkinek a kezében a világon, ezért, hogyha egy kísérletet elvégeznek valahol, akkor más országokban is meg lehet próbálni reprodukálni. Megnézzük, hogy, hogy igazolható-e a megfigyelés, és hogyha nagyon sokan sok helyen ugyanolyan eredményre jutnak, akkor biztosak lehetünk az eredményben. Milyen folyamatok jellemzik a sejteket? Az egyik ilyen nagyon fontos működés a vezikuláris transport. Említettem, hogy a sejt folyamatosan mintát vesz a környezetéből. A pinocitózist úgy is nevezzük, hogy sejtivás, amikor folyadékfázisú mintákat vesz a környezetéből a sejt, a fagocitózis pedig a szilárd részecskék felvételit jelenti, ezek a, a membránról lefűződő kicsi gömböcskékbe, vezikulákba csomagolódnak, és különböző korai, késői endoszómába alakulva haladnak a sejten belül, de ne felejtsék el, említettük, hogy minden vezikula mozgás a sejten belül a mikrotubulusoknak a mentén, a sínek mentén zajlik. És azt is mondtuk, hogy van egy ellentétes folyamat, a szekréció, amikor pedig a sejt folyamatosan ürít a környezetébe bizonyos anyagokat. A sejtek egymással beszélgetni tudnak, egymással kommunikálni tudnak. Tulajdonképpen a többsejtes életformának, a szöveti szerveződésnek ez az alapvető feltétele. Egyrészt van egy úgynevezett juxtakrén, Kommunikáció, amikor közvetlenül egymás mellett van két sejt, és vagy úgy beszélget egymással, hogy az egyik sejten van egy receptor, a másik sejten pedig van egy ligand, ami egymáshoz tud kapcsolódni, vagy arra is van példa, amikor ilyen kis ö, csöves összeköttetések jönnek létre két egymás mellett elhelyezkedő sejten. Ismerjük az endokrin kommunikációt. Ilyenkor az egyik sejt a véráramba bocsát ki valamit, és az egy távoli másik sejtnek a működését szabályozza, ilyenek például a hormonok. Nagyon gyakori a parakrén kommunikáció, amikor az egyik sejt szöveti környezetébe kibocsát valamit, és a tőle nem túl távol elhelyezkedő másik sejt érzékeli a jelet. És arra is van példa, hogy a sejtek magukban beszélnek, ezt nevezzük autokrin kommunikációnak, amikor egy sejt termel egy anyagot, és az visszahat rá. Ennek a sejtnek a felszínén akár receptor készülék is megjelenhet, és így tulajdonképpen önmagát tudja biztatni, hergelni a sejt. A jelátvitel rendkívül fontos fejezete a sejtbiológiának, és kétféle molekula jelenthet jelet a sejtek számára. Az egyik molekula kategória a hidrofil kategória, a vizet szerető, vizet kedvelő vagy vízben oldódó molekula. Ilyenkor a parakrin sejtkörnyezetből jön egy, egy, egy folyadékfázisban oldott molekula, és hogyha a sejt receptorral rendelkezik, erre a ligandra, akkor elindul a jelátvitel, és a sejt választ fogadni rá, ellenkező esetben nem alakul ki válasz. És azért tettem be ezt az ikont a, a csembő, csembő gombot megnyomó kézről, mert igazából ezek a, a folyadékfázisban oldott hidrofil jelmolekulák, jel ezek csak becsöngetnek a sejten, nem engedi őket át a sejtmembrán, amelynek a, 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 lipid rétege tulajdonképpen nem engedi át a hidrofil molekulákat. A hidrofil jelek háromféle jelpályát tudnak elindítani. Egyrészt úgynevezett ligandfüggő ioncsatorna receptorokon keresztül tudnak jelátvitelt biztosítani, vagy az úgynevezett g fehéréhez kötött receptorokon keresztül, vagy pedig enzim kötött receptorokon keresztül, amikor is a receptor molekulák maguk is enzimaktivitással rendelkeznek, és foszforilálni tud, tudják egyrészt egymás, másrészt pedig a hozzájuk kapcsolódó egyéb molekulákat. Tehát még egyszer, hogyha a sejt ö, környezetéből az intersticiális folyadék felől hidrofil jelek érkeznek, ezek nem jutnak be a sejtbe, de ioncsatorna receptoron, G-proteinhez kötött receptoron, vagy enzim kötött receptoron keresztül becsöngetnek a sejtbe, és, és elindítják a jelátvételt. Van egy másik molekulatípus, amely viszont hidrofób molekulatípus, ilyenek például a lipid természetű, zsír természetű, szteroid hormonok, vagy a zsírban oldódó D- és A-vitamin, ezek viszont gond nélkül át tudnak jutni a plazma membránon, annak kettős lipid rétegén, és bejutva a sejtbe, vagy a citoplazmában, vagy a magban ö, találjuk őket ö, receptorhoz kötve, először a sejtbe bejutva, a citoplazma receptorukhoz tudnak kötődni, majd ez a bizonyos hidrofób ligand, steroid hormon, D vagy A együtt a receptorral bejut a magba, és együtt fognak hozzá kötődni a DNS valami génexpressziót szabályozó régiójához. A sejtek nagyon fontos működése az osztódás és a sejtciklus. A sejtciklus tulajdonképpen egy olyan folyamatsor, amely osztódástól osztódásig tart, ezt a sejtciklust jellemző, jellemző módon ilyen körrel szokták érzékeltetni, és van ennek egy nagyon fontos része, ez a piros nyílszakasz, amikor a sejt ténylegesen osztódik mitózissal. Azonban a sejtek nem feltétlenül. Ö, csak az osztódás és demoszódás közötti fázisokban találhatók, hanem ki tudnak lépni ebből a sejtciklusból, és egy úgynevezett G0 nyugalmi fázisba is be tudnak lépni. Ezen sejtosztódás közben, tehát itt, mint mondtam, a piros nyíllal jelzett szakaszban a sejtosztódás maga zajlik. Ez a sötétkék nyíl azt az időszakot jelöli, amikor a sejt fontos fehérjéket termel a sejtosztódáshoz, ebben a zöld szakaszban megkettőzi a DNS-ét, a sárga szakaszban még tovább előkészül a sejtosztódáshoz, és akkor megtörténik maga a mitózis. Fontos azt is megjegyeznünk, hogy ebben a bizonyos G0, vagy nyugvó, vagy pihenő fázisban találhatók, a nem oszódó differenciál sejtek, és a legtöbb sejtünk tulajdonképpen ebben a G0, vagy ö, nyugvó fázisban van, azonban ez a nyugvó fázis elnevezés nem is igazán találó, ugyanis ők az igazi dolgozó, keményen dolgozó szöveti sejtek, a máj sejtek, az izom sejtek, csont sejtek, tehát a differenciál sejtek azok lényegében mind-mind G0 fázisban vannak. Nagyon fontos azt is megérteniük, hogy a szervezet rendkívül komolyan ellenőrzi, hogy milyen sejteket enged osztódni. És mint látják, vannak ilyen sorompók, bizonyos részein ennek a körrel ábrázolt sejtciklusnak. Az egyik ilyen ellenőrzési ponton a sejt azt vizsgálja, hogy a kromoszómák elrendeződtek-e, vagy a másik ellenőrzési ponton, hogy befejeződötte a DNS kellőképpen végbe menő megkettőződése, és a DNS hibajovítás is rendben mente, a környezet is rendben van-e. Itt ezen ellenőrzési ponton pedig azt ellenőrzi a sejt, hogy maga a DNS épe a sejtben, és megfelelő a környezet a sejtosztódásra. A mitózis, maga az osztódás gyönyörű immunfluoreszens ábra látható. A legelső fázisában, mint látják, elkezdenek kialakulni a kromoszómák. Ezek a kis uh, hurkaszerű piros képletek maguk a a kondenzálódó, tömörülő kromoszómák, ez a profázis. A következő fázisában a mitózisnak a kromoszómák felsorakoznak az osztódó sejt egyenlítői síkjában, és ezek a zöld fluoreszcens vonalak, olyan mikrotubulusok, amelyek majd a két utódsejt felé fogják húzni ezeket a kromoszómákat. Nézzék meg, itt az anafázisban már mint két ecset, egymással szembenéznek a széttépet, tulajdonképpen két DNS tartalmazó, két testvér kromatidát tartalmazó kromoszómák, és az egyik garnitúra az egyik utódsejt, a másik garnitúra a másik utódsejt felé vándorol, a telofázisban oda már meg is érkeznek, és íme itt a citokinezis, amelyet már korábban említettem, amikor a két utódsejt határán egy gyűrű egészen beszűkíti az összeköttetést és el is csépi. A sejtmagban ugye azt mondtam, hogy kialakulnak a kromoszómák az osztódáskor, és ezt úgy képzeljék el, mintha a osztódása felkészülve a sejt a kromoszómáit azért alakítaná ki, hogy azt a nagyon hosszú DNS fonalat, ami minden egyes testi sejtben megtalálható, azt a lehető legtömörebben összecsavarja, hogy az biztonsággal el lehessen vinni az egyik és másik utolsó sejtbe. Olyankor, amikor a sejt nem osztódik, akkor a DNS vonál lebomlik. Ekkor kromatinról beszélünk, és ez a laza szerkezetű kromatin alkalmas erre arra, hogy például az RNS képzésnek, az RNS szintézésnek, a transzkripciónak az enzimei elindítsák az RNS molekulák átírását. Azonban, amikor a sejt osztódik, akkor nincs szükség arra, hogy hozzáférhető legyen a DNS, akkor mint egy spúlnira tömöríti a sejt a DNS-ét a kromoszómákba, és ez biztonsággal, szakadásmentesen tudja átvinni a két utódsejtbe. A következő olyan fontos működés, amelyet a sejtbiológia mostanában nagyon sokat emleget, az az autofágia. Ez az autofágia, ez a sejtek alkotóinak az önemésztése, az alkotó újrafelhasználása, úgy is mondhatjuk, hogy reciklizálása, ez egy egészen fiziológiás, élettani, egészséges folyamat, akkor van baj, az autofágia nem működik normálisan. A károsodott sejtalkotókat, tehát így el tudja távolítani a sejt, nézzék meg, itt van egy, egy, egy mitokondrium, és egy, egy autofagoszómában amely makroautofagocitózissal jön létre, tulajdonképpen elszigetelődik például ez a mitokondrium a környezetétől, itt egy másik ö, sejtszervecske. Az autofágiának vagy sejtek önemésztésének három fő típusát ismerjük, a makroautofágiát, amikor egész sejtek, tehát egy, mito, egy sejtalkotó például egy mitokondrium, vagy egy lipicsep vagy riboszómákat szigetel a sejt egy, egy ilyen autofagoszómában, de van mikroautofágia és DAJKA fehérje saperon mediált autofágia is. A sejtek öregedni tudnak, és ezt úgy nevezzük, hogy celluláris öregedés, vagy celluláris szeneszenz. Tulajdonképpen előregedett sejtek akár egészen korai életkorban is előfordulnak a szervezetünkben, de mint ezen a nagyon egyszerű sematikus ábrán látják, ahogy telik múlik az idő, egyre több ilyen szeneszens előregedett sejt van a szervezetünkben. Mi triggereli ezt a bizonyos sejtöregedést? Hát a túltáplálás, a túltáplálkozás. Ami tulajdonképpen egy ilyen metabolikus stressz állapotot tud előidézni a sejtben, a reaktív oxigéngyökök, a kromoszómák végdarabjainak a rövidülése, a telomereknek a rövidülése, bármilyen okból ö, kialakuló DNS-károsodás, ha rosszul hajtogatódnak a sejtekben a, a fehérjék, ez ö, endoplazmatikus retikulum stresszt okoz, vagy hogyha ö, osztódás serkentő mitogén, illetve azzal ellentétes stimulusok érik a sejtet, ez is szeneszenciát tud előidézni. Még egyszer tehát azáltal, hogy egyre nő életünk során az ilyen szeneszen sejteknek a száma szervezetünkben, egyre inkább nő az időskori megbetegedések kialakulásának a hajlama, mint például az időskori szem, tüdő, a csígolyak közti porckorong, degeneratív megbetegedései, májra, csontra, izületekre jellemző időskori megbetegedések. Az apoptózis a következő olyan folyamat, amiről mindenképpen beszélnünk kell, ennek a fordítása, levelek hullása, ez egy, egy olyan folyamat, amely szintén fiziológiás a sejtben. Ez egy programozott sejthalál, és nagyon fontos, hogy megértsük, hogy a sejtek kétféleképpen tudnak legalább alaptípusként elpusztít, elpusztulni. Az egyik ilyen sejthalál mechanizmus az apoptózis, amelyet Hát ha úgy tetszik, sejt öngyilkosságnak is nevezhetünk. És van egy olyan másik sejthaláltípus, amit nekrózisnak nevezünk, ezt megtekinthetjük gyilkosságnak. Az apoptózis, mint programozott sejthalál, mint öngyilkosság aktív módon megy végbe a sejtben. Ezzel szemben a nekrózis akkor jön létre, hogyha valami nagyon komoly károsodás éri a sejtet, például hipoxia, vagy nagyon komoly éhezés, membránkárosodás, ami lehet fizikai vagy kémiai károsodás. Az apoptózis, a sejt öngyilkosság azonban Genetikai programozott és extracelluláris vagy intracelluláris hatások idézik elő. Fontos megértenünk, hogy az apoptózis mindig egyedi, izolált sejtek szintjén történik. Ha egy sejt apoptózis szenved, ezzel ő nem befolyásolja a környezetét. Azonban a nekrózis, amikor valami durva behatása egy sejt elpusztul, ez szinte kizárólag úgy jön létre, hogy sok sejt érintett, egy egész nekrotikus zóna jön létre. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy miközben apoptotikus elváltozások jellemzik a sejtet, a folyamat végén ez a sejt zsugorodik, ezzel szemben a nekrózis során jellemző módon megduzzad a sejt, majd pedig kipukkad szószoros értelmében. A membránokra jellemző töltés aszimetria és foszfolipid aszimetria fokozatosan elvész apoptózis során, itt ebben az esetben pedig, mint mondtam, szétesik a membrán, szétdurran a sejt, és a citoplazma kijut a sejtből. Az apoptózis, ami tehát egyedi sejtek szintjén zajlik, egy csendes folyamat, nincs gyulladásos következménye, ezzel szemben a nekrózisnak gyulladás következménye. Hogyha összehasonlítjuk ilyen pásztázó elektromikroszkópos képen az egészséges sejteket, az apoptotikus sejtekkel, akkor látjuk a markáns különbséget, Ilyen pici kis golyók, apoptotikus testek azok, amelyekre szétesik az apoptózissal elpusztuló sejt, és mindvégig, ami a sejten belül volt, és a plazma membránon belül volt, azon belül is marad. Ugyanis ezek a kis gömbök is egy, egytől egyig membránnal vannak ö, körülvéve. Azonban az apoptózis mellett ö, ismerünk más sejthalál ö, mechanizmusokat is, a nekrózis mellett meg kell, hogy említsem például a nekroptózis folyamatát, vagy a piroptózisnak a folyamatát is, amelyeket úgy ismerünk, mint gyulladásos ö, sejthalál mechanizmusok a nekroptózis elsősorban vírusfertőzések esetén, a piroptózis inkább intracelluláris patogénekkel, baktériumokkal történő fertőzés esetén zajlik. A fontos az, hogy mindkét esetben megszűnik a plazma membrán folytonossága, ami a sejtben belül szokott lenni, az most kiszabadul a sejten kívüli térbe, és, bocsánat, és gyulladást tud előidézni, és könnyű is megértenünk, miért van ez így, hogyha vírus, vagy egy intracelluláris baktérium, vagy parazita, vagy, vagy gomba fertőzi meg a sejtet, ezeknek a sejteknek egyrészt muszáj elpusztulniuk, esélye sincs az immunrendszernek, hogy a sejten belül meggyógyítsa a károsodás, másrészt pedig érdemes erről a sejtnek értesítenie a szervezet egészét, az immunrendszert, a membrán folytonosság megszakadása és a gyulladás keltés ebbe az irányba mutat. És akkor engedjék meg, hogy én most egy olyan területről beszéljek az utolsó öt percben, ami a saját kutatási területem, mint az professzor úr mondta a bevezetőben, az extracelluláris vezikula területen dolgozom egy idő óta. És hogyha azt mondom, hogy a sejtbiológia gyönyörű szép, akkor én ezt most nagyon szeretném ezen a példán keresztül megmutatni önöknek. Nem is sejtettük. Senkinek fogalmasa volt euh, egészen egy-két évtizedtel ezelőttig, hogy minden sejt, minden sejt a természetben folyamatosan pici buborékokat fúj, buborékokat ereget, olyanok ezek, mint hogyha pici kis mini sejtek lennének, ezeket a kis bogyókat, hólyagocskákat folyamatosan bocsátja ki a környezetébe minden sejt az élővilágban és vannak olyanok, amelyek nagyobbak, a plazma membránról fűződnek le, vannak pedig olyanok, amik a sejt belsejéből, az endoszómákból jönnek. Ezek az extracelluláris vezikulák egytől egyig úgy definiálhatók, hogy foszfolipid kettős réteg veszi őket körül, mint amilyen a plazma membrán is. Különböző fehérjéket látunk itt, ami miatt nagyon izgalmasak ezek az extracelluláris vezikulák, hogy fehérjéket, DNS-t is messenger rns is, tehát hírvő rns és még ilyen pici kis szabályozó mikro rns is tartalmaznak, és még a felszínükhöz is tudnak molekulák, fehérjék, vagy akár is, DNS is kapcsolódni. Úgy is mondjuk, hogy ez az extracelluláris vezikuláknak a kókuszgolyó modellje, tehát olyan, mintha meg lennének forgatva a környezet molekuláiba, a felszínükön is visznek nagyon sok fontos molekulát. Ezek körülbelül így néznek ki, nézzék meg, transmissziós elektromikroszkópos képen és egy atomerőmikroszkópos mikro, atomerő képen vannak pici, közepesek, meg óriási nagyok. Hol találjuk ezeket a vezikulákat? Lényegében mindenütt a szervezetben, de nagyon könnyű. Például az anyatejből, vérplazmából, vizeletből, epéből, nyálból, a, a, cerebrospinális folyadékból, a likvorból, könyvből, vagy akár orváladékból is összegyűjteni őket. És hát a biológiai jelentőségükről annyit szeretnék csak elmondani, hogy hosszú ideig szemetes zsákoknak tekintették, amelyek révén eltávolítja a sejt a haszna vehetetlen vagy káros molekulákat, de ma már tudjuk, hogy ezek az extracelluláris vezikulák nagyon fontos szereplői a sejtek közötti kommunikációnak. És ami egészen elképesztő, hogy nem csak egy adott szervezeten belül a sejtek közti kommunikációinak, hanem nézzék meg ezt az ábrát. A prokarióták, a baktériumok vezikuláik révén tudnak az emberi sejtekkel kommunikálni, a paraziták, a férgek oda-vissza kommunikálnak emberi sejtekkel, az emberi sejtek és növényi sejtek, a, növényi sejtek és a gombasejtek tudnak egymással kommunikálni extracelluláris vezikulák révén. El sem lehet ma már mondani, hogy mennyi izgalmas területtel áll nagyon szoros kapcsolatban az exocelluláris vezikulák biológiája, az evolúció biológiától a hidrobiológián, ökobiológián vagy ökológián keresztül a biofizikáig, sejtbiológi, sejtbiológiáig vagy immunológiáig. És ami nagyon fontos, hogy úgy gondoljuk, hogy ezeknek fontos szerepe van és szerepe lehet a jövőben a diagnosztikában és a terápiában is. A klinikai vizsgálatok már ma is nagy számban folynak világszerte. Látják, hogy az Egyesült Államokban, Európában és Kínában zajlanak nagy számban ilyen vizsgálatok. Csak az exocelluláris vezikulák egyik típusával, az exoszomákkal kapcsolatban 73 klinikai vizsgálat zajlik Európában, 82 az USA-ban és 60 Kínában. De hogyha Európát megnézzük, azt is látjuk, hogy, hogy, hogy például a Franciaország vezet, az olaszok nagyon intenzíven vizsgálják ezt a kérdést, az exoszómákat a spanyol kutatók is vizsgálják, és nézzék meg, hogy hazánkban is folyik két klinikai vizsgálat. Aval szeretném befejezni ezt az előadást, hogy már is létezik olyan FDA, tehát az Egyesült Államok Food and Drug Administration által engedélyezett úgynevezett exoszóma alapú prostatakarcinóma teszt, amelyben vizeletből, a vizelet exoszómáiból, kis vezikuláiból, azok RNS tartalmából tudnak elég jó megközelítésű diagnózist mondani olyan esetekben, amikor a betegek az úgynevezett szürke zónába esnek, amikor nem biztos a prostatarág diagnózisa, de gyanús, és ilyenkor, hogyha vizeletből ilyen exoszóma tesztet végeznek, akkor az akkor nyilván megmenti a betegeket attól, hogy biopsziát kelljen végezni. Ezzel én nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és hogyha tudok, akkor szívesen válaszolok a kérdéseikre. Nagyon szépen köszönöm professzor, asszony nagyszerű előadását, a sejtbiológia az én szívemhez is nagyon közel áll, és a következő héten az öregedésről fog beszélni, és már megalapozta az előadásával, hiszen az apoptózis sejtöregedés ez szóba fog kerülni. Na de hát én most átadom a szót a hallgatóságnak, tessék, tessenek kérdezni a professzorasszonytól, illetve hát ő a, a ő kérdéseket, a cseten 19 kérdést látó ezeket professzorasszony végigfutja, és ami általános érdeklődésre tarthat számon, az nyilván meg fogja válaszolni. Parancsoljon, professzorasszony. Köszönöm szépen. Itt a köszönések utáni első, első kérdést úgy olvasom, hogy korábban olyat hallottam, hogy a mitokondrium az ős éva. Van ennek felvetésnek értelme? itt most nyilván arról van szó, hogy én amit említettem, az az volt, hogy a mitokondriumoknak még a sejten belüli szerepe, de de a mitokondriumoknak saját DNS-e van, és fontos elmondani, hogy ez a DNS ugyanúgy köralakú DNS, mint amilyen a baktériumoknak a DNS-e, és azt is fontos megjegyeznünk, hogy a mitokondriumokat elsősorban az édesanyától örökli a magzat, ugyanis a spermiumoknak a nyaka mentén van egy olyan mitokondrium mitokondriumhüvely, amely a megtermékenyítéskor nem jut be a megtermékenyített petesejtbe. Éppen ezért tulajdonképpen a mitokondriális DNS az valóban lehetőséget teremt arra, hogy visszavezessük az, örökleti, az öröklési vonalat tehát megpróbáljuk azonosítani, hogy kik lehettek az őseink, és nyilván innen származik ez a felvetés. A kérdez az egyik, egyik hallgató, hogy, hogy, csak a magyarázat miatt kapták ki a színeket. Igen, igen. ez egy, egy olyan színes grafika, amit, amit, azért hoztam, mert én is úgy láttam, hogy szép és szerettem volna kedvet csinálni a sejtbiológiá, Hoz. Hogyan tud a magvacska membrán nélkül egyben maradni? Úgy tűnik, hogy, hogy nagy koncentrációban vannak a molekulák a magvacska területen, és egyre inkább ö, tudjuk értelmez, értelmezni azt, hogy nagy lokális koncentrációban a molekulák egy, egy úgynevezett fázis szeparációt szenvednek, és, és, el tudnak különölni akár a citoplazmában, akár itt a magállományában. Ez egy olyan új jelenség, aminek mondom a jelentőségét csak most kezdi a biológia felismerni. Mérhető a telőmerek rövidülése a labor körülmények között, elérhető -e bárki számára Magyarországon? A, az egyik válasz az, hogy igen, hogy, hogy bárki számára, ezt én most nem tudom megmondani, azért sem tudom megmondani, mert hogy sok olyan magáncég van, amelyek genetikai szolgáltatást végeznek. Én el tudom képzelni, hogy, hogy, hogy kérésre ezt a vizsgálatot el tudják végezni, de, de mondom, erre vonatkozóan nekem közvetlen információm nincs. Legenda-e, hogy minden sejtünk hét évente kicserélődik. Hogy viszonyul ez a génulfázishoz, fázishoz, amelyet az előadásban ismerhettünk meg? Igen, tehát miközben azt mondtam, hogy, hogy a legtöbb sejtünk génul fázisban van, de azért például a májsejtek is évente egyszer vagy kétszer oszódnak, ami, ami ha, úgy veszük, iszonyatosan ritka osztódás, de, de mégiscsak van egyfajta megújulása a szöveteknek, és, és éppen ezért én azt gondolom, hogy többé-kevésbé ez valószínűleg megállja a helyét, ez a megállapítás. Jön egy, nagyon szépen köszönöm a, a kedves megjegyzését az egyik hallgatónknak. A, szeretném megkérdezni, az autofágia folyamata valóban létrejön hosszas bőt után, ami igen hasznos a szervezetnek, érdemes többször bőtölni, hogy elérjük az autofágiát? Köszönöm a választ. Hát amennyire én olvasom és tudom, úgy tűnik, hogy általában a, a visszafogott táplálékbevitel az bizony, Valóban nem feltétlenül csak az autofágia révén, de nagyon hasznos. Tehát amit mi tehetünk az öregedésünk, az öregedési folyamatunk megállítására, az bizony a táplálékrestrikció, a táplálékbevitelnek a csökkentése. Ez, ez mindannyiunknak nehéz, nekem személy szerint is, de, de úgy tűnik, hogy tulajdonképpen ez az egyik olyan, amit meg tudunk tenni, a másik nyilván a, a rendszeres mozgás hallottuk, hogy a hela sejtláncokról. Igen, abban az időben, amikor szegény Henrietta Lax sejtjeit elkezdték tenyészteni, akkor még nem volt olyan szabályozás, mint ma, a manapság lenne. Ma már elképzelhetetlen lenne. Nyilván akkor tulajdonjogot formálhatna ő vagy a család a, a sejtekből nyert információkra. Ő már nem él egyébként, akinek a tumorát, tumorszövetét akkor eltávolították, de abban az időben, amikor, amikor, ezt a sejtvonalat elkezdték növeszteni, és amikor tulajdonképpen szinte minden laboratórium beszerezte a világon, akkor, akkor ennek a szabályozási háttere még nem volt meg. Mondom, manapság talán más lenne a helyzet. A kérdés, hogy a kilégzett levegőből lehet -e diagnosztizálni betegségeket. Nem vagyok ennek a kérdésnek a szakértője, de én úgy gondolom, hogy megfelelő érzékenységű módszerekkel igenis lehet. Azt, azt meg lehet tenni, hogyha a kilégzett levegőt valami hideg felszínen, felszínnel hozuk összeköttetésbe, akkor, akkor lecsapódik a pára a kilégzett levegőből. És ezekben a lecsapódó pára cseppekben bizony nagyon sok minden ott lehet, exocelluláris vezikulák is. Tehát ebben az irányban tudom, hogy történik fejlesztés, hogy, hogy a, mondom, a lecsapódó és összegyűjtött párában található exocelluláris vezikulákból próbáljanak meg diagnózist mondani. Ez nyilván egy nagyon kellemes, nem invazív mintagyűjtési lehetőséget jelentene. A tumoros elváltozásoknál mi történik a sejtekkel? Elkezdenek szabálytalanul szaporodni, vagy miért vadulnak meg? A daganatos, daganatos sejtek esetében nagyon érdekes. Nem osztódnak gyorsabban a tumorsejtek, mint a, a rendes ö, szöveti sejtek. Azonban még a szöveti sejtek ebbe a bizonyos génulfázisba ki tudnak lépni a sejtciklusból, a daganatsejtek nem teszik meg. Ők folyamatosan ugyanolyan sebességgel, de oszódnak osztódnak. És hogy miért? A legjobb tudomásunk szerint ö, a DNS-t érő károsítások, vagy károsodások, azok, amelyek ezért felelősek, ö, mutációk. És ezek a mutációk ö, akkor igaz igazán veszélyesek, hogyha olyan ö, molekulákat érintenek, amelyek a sejtciklusnak és a sejtosztódásnak a motorjai. Tehát amelyek részt vesznek a sejtosztódás ö, elősegítésében, no, hogyha ezek a gének funkciónyeréses mutációt szenvednek. Vagy pedig az úgynevezett tumor-suppressor gének, tehát a sejtosztódást ö, lassító, leállító gének, hatásukat egy mutáció gyengíti, ezek a funkcióvesztéses mutációk. No, ebben az esetben tehát, amikor vagy a gázra taposunk rá a mutációk révén erősebben, vagy a fék fog kevésbé, no, ebben az esetben a sejtek ciklusának, ennek a körkörös sejtciklusnak a szabályozása zavart szenvedés, ekkor alakul ki tumor. Minden programozó van, de a program hogyan íródik be a sejtekbe? Hát a program egyrészt ott található a DNS-ben. A DNS-ben, és van egy olyan szintje a szabályozásnak, amelyet itt most nem emlegettem, ez az epigenetikai szabályozás. Amikor az életünk során bennünket ért hatások, a DNS bázis sorrendjét nem változtatják meg, azonban vagy a DNS-t, vagy a DNS-hez kötődő fehérjéket úgy módosítják, hogy a sejt utódsejtje is fognak emlékezni a környezeti hatásokra. A prostatarák kimutatása vizeletből itthon is elérhető? Még nem, de saját Laboratóriumunkkal, munkatársainkkal is azon vagyunk, hogy amilyen gyorsan csak lehet, ilyen exocelluláris vezikula alapú diagnosztikus eljárásokat a hazai betegek számára is elérhetővé tegyünk. Tehát ö, ugrások készen állunk arra, hogyha lesznek olyan, olyan biomarkerek, amelyeket a hatóságok engedélyeznek, akkor mi ezt a vizsgálatot elvégezzük. Nagyon köszönöm a kedves megjegyzéseket. Harcolnak-e az egyes sejtek egymással? Hát igen, és itt az egyik fő harcos sejt típus az az immunrendszer sejtjének a sokféle típusa. Például a daganatsejtekkel is folyamatosan harcolnak, és el is tudják pusztítani a felismert sejteket azt gondolom, hogy, hogy ez a legkézenfekvőbb. Tehát az immunrendszeri sejtek azok, amelyek a károsodott, stresszelt vagy fertőzött sejtekkel harcolnak meg, hát a korokozók sejtjeivel. Azt hiszem, hogy én most nem látok több kérdést. Ó, hát nagyon szépen köszönöm, professzor asszony. Nagyszerű előadás volt, nekem nem is kell ezt külön hangsúlyoznom, hiszen a hallgatóság csekkjeink keresztül látjuk, hogy mindenkit magába ragadott. Ez szépen dokumentált, meggyőző, át, nem olyan szinten hangzottak el az ismeretek, amit ne lehetett volna egy érdeklődő embernek követni. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük, és további jó munkát kívánunk. Mindenkinek csendes estét, és jövő héten a fotós előadáson találkozunk. Köszönöm szépen a megjelenést. Köszönjük. A... Nagyon szépen köszönöm én is. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. Viszontlátásra.